Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Orgoványi Anikó festőművészt. Üdvözlöm. Köszönöm szeretettel. Szépen. Üdvözlöm a nézőket. Ön egy nagyon sokoldalú művésznő, egy kicsit meséljen arról, hogy mi mindennel foglalkozik. Először talán kezdjük a festészettel, hiszen ez a legmeghatározóbb talán. Igen, valóban. Éppen most fog nyílni egy kiállításom, Színek és szavak címmel, és ebben már előrevetítem, hogy a festmények és grafikák mellett a verseimet is lehet majd olvasgatni a kiállításon. Hogyan jött az ön életébe a festészet? Mi volt a legmeghatározóbb élmény, ami e felé terelte? Gyerekkorom óta nagyon érdekelt a vizuális ábrázolás, és már gyerekkoromban nagyon sok rajzpályázaton részt vettem, és de ugyanakkor az irodalom is, tehát fej-fej mellett ment ez a kettő, szavaló versenyekre vettem részt. És, de ugyanakkor, amikor szavaló versenyen például nyertem egy díjat, akkor, és hogyha kaptam hozzá mondjuk egy könyvutalványt, akkor azon képzőművészeti könyvet vettem. És hát így már nagyon korán, középiskolás koromban felfedeztem magamnak Barcsai Jenő festészetét, és már középiskolás koromban felvettem vele a kapcsolatot, és hát utána nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor személyesen is fogadott, aztán instrukciókat adott nekem, például amikor jelentkeztem az EGRI tanárképző főiskola rajzszakára, akkor előtte sok jó tanáccsal ellátott, megnézegette a rajzaimat, és elsőre fel is vettek. Azután később ez a mester-tanítványi kapcsolat szinte már-már barátsággá szövődött. Gyakran ebédeltünk együtt a görögkancsó étteremben, meghívott a kiáltás megnyitóira, aztán később már én is az enyémre. És hát a mai napig nagyon nagy tisztelője vagyok, ő az ő példaképen. Úgyhogy többek között ezt a kiáltást is az ő tiszteletére fogom megrendezni. Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy mi az, ami a legmélyebb instrukció volt a mestertől önnek. Tehát ami mindig eszébe jut, akár hetente, vagy akár naponta is. Hát az, ami a művészetemben is meglátszik ezen a vonalon, hogy azt mondta, hogy a természetből kell kiindulni, de utána abszahálni kell, tehát a saját szűrőnkön át kell vinni, és ahogy Cézanne is visszaredukálta a természeti formákat a körre, a mértani alakzatokra, téglalapra, négyszögre, és tovább. Ugyanígy Barcsai mester is a konstruktivizmus felé vitt el engem, a néző látásomat, és hát mondhatom, hogy jó irányban be is folyásolt, mert nagyon szeretem ezt a stílust is, ahogy az ő szemüvegén keresztül lehet látni a világot. De ugyanakkor egy picit, egy másik utamon meg el is rugaszkodtam tőle, mert ugyanakkor nagyon érdekel egy másfajta, egy líraibb, egy költőibb vonal is. Ez az út pedig a mandalák világába vezetette benne engem, de érdekes, hogy a tudomány útja vezetett oda, tehát nem a képzőművészet útja. Én Freudnak és Jungnak olvastam a könyveit, mert közben a Pécsi Egyetem bölcsész szakát is elvégeztem, és hát ott kötelező olvasmány is volt, de aztán belük szerettem, és gyűjtőjük lettem, és az Jungnak az egyik könyve az a mandalákról szól. És amikor éppen az volt soron, akkor elkezdtem olvasni, és körülbelül a könyv közepe felé ír arról, hogy a klasszikus mandalának milyen a szerkezete. Ugye van egy abszolút közép, azt követi a szennyéggyel zártság, vagy a lótuszvirág koszorú, az egészet lezárja a lángnyelv koszorú. És amikor idáig jutottam, akkor nekem bevillant az agyamba, hogy van egy honfoglaláskori hajkorong másolatom, egy hajcsat, ez a tiszabői hajkorong, és az tökéletesen megfelel ennek a leírásnak. Úgyhogy azt elővettem, és hát olvastam a könyvet, és néztem a
a hajkorongot, és mert csak megerősödött bennem, hogy igen, 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 ez tökéletes mandala. Tehát ebből viszont azt a következtetést mondtam le, hogy a honfoglaló magyarok már jól ismerték a mandalát. Most, hogy maga a szerkezet és a szépsége ennek a formának vonzotta őket, vagy már ismerték esetleg a buddhizmust is, ezt nem tudom. De minden esetre elkezdtem kutatni a honfoglaláskori női hajkorongokat, és rájöttem, hogy mindegyik mandala. Még akkor is, hogyha nem az abszolút klasszikus szerkezetet hordozzák magukban, hiszen Jung is azt mondta, hogy ettől el lehet térni. Tehát ennek a lényegisége az, ami fontos számunkra, a külcsén az változhat. Mi az, ami fontos lehet ezekből a régi hajkorongokból a mai ember számára? Mit üzenhetnek ezek nekünk? Ez egy nagyon gazdag jelképrendszer. Tehát például a középen lévő abszolút közép azt jelképezi, hogy az univerzumban lévő energiákat gyűjtsük le, hordozzuk magunkban, és keressük meg a lelkünk mélyén rejlő központot, oda ezeket gyűjtsük be, és ezzel felerősödve, felvértezve, utána sugározzuk szét a környezetünknek, hiszen ezek szeretett energiák, amire nagyon-nagyon fontos, hogy magunkba gyűjtsük, és fontos, hogy kiárasszuk magunkból. Mindenkinek személyre szabottan van mandalája? Igen, én úgy hiszem, hiszen több felkérést kaptam már, hogy készítsek számukra mandalát, akár személy szerint, akár párkapcsolat erősítésre, akár gyerekszületésre, vagy nagyon sok mindenre. Ilyenkor begyűjtöm az információkat arról a személyről, akinek szeretném a mandalát elkészíteni, és hát tulajdonképpen rábízom magam ezekre az energiákra, És akkor egyszer csak kijön az ihlet, és eddig még mindenki azt mondta, hogy talált. Ha már az ihletnél tartunk, akkor egy vers írás kapcsán születhet-e kép, vagy fordítva egy képből születik-e vers? Teljes mértékben. Mind a két út járható oda-vissza. Tehát most is ki fogok állítani olyan képeimet, amelyek vers írásra ihlettek, illetve olyan verseket, amelyekből kép született. Hát nem véletlen, hogy elhoztam például a Lopóz mellém című verses kötetemet, amit én magam illusztráltam, a borítót is én festettem meg, és a benne lévő grafikákat is én készítettem. De felszoktak kérni költőtársaim is, hogy tervezzem meg a könyvüket, és készítsem a címoldalt és a belső grafikákat. Ilyenkor nagyon alaposan elolvasom a verseit az illetőnek, és ráhangolódom, és akkor szintén jön az ihlet. Hogyan jön az ihlet? Tehát mi dönti el azt, hogy ebből most vers születik, vagy kép születik? Hát, hogyha saját élményeimet dolgozom fel, akkor... Tudom, hogy nagyon nehéz beszélni. Igen, mert... változó. Tehát... Tehát egy személyes dolgot mondjak el. Nemrégiben veszítettem el a férjemet. És ebből az élményből már született vers is, meg kép is. Könnyebb így feldolgozni a történteket? Én azt hiszem, hogy igen. Sőt, egy harmadik fajta feldolgozás is jön, az előadás. Például a gyászszertartáson én elmondtam azt a verset, amit neki írtam, és talán sokan megjöttek hozzám és csodálkoztak, hogy voltam képes ezt elmondani. Amikor hát, nagyon mély érzelmeket pendít meg a vers. És ezen én is elgondolkodtam, és nagyon érdekes, tehát ez már egy újfajta sík, egy másik dimenzió, ez már az előadó művészetnek a kategóriája, amikor az ember már arra fókuszál, hogy hogyan adja ezt úgy elő, hogy mások számára is érthető legyen,
és másokat is megérintsen. Igen, ez nem könnyű, főleg nem egy ilyen helyzetben. Egy kicsit térjünk vissza a versekre és a festészetre. Mi lesz pontosan ez a kiállítás? Hány kép kerül ki a falakra? Szám szerint még én sem tudom, mert mindig a hely is adja, hogy mennyi fér ki, meg mekkora méretű kép fér oda. Mindenesetre minden egyes kiállítás megnyitó, számomra egy ihletadó tényező is, akkor nagyon beindulok. Tehát ide is úgy jöttem el, hogy a festégetnél le kellett az ujjamról most a higítóba, mert az utolsó pillanatig festek szó szerint, meg még az utolsó pillanatig jönnek a versek is. Tehát ilyenkor mindig azt mondom, hogy ha még lenne most még egy hónapom, vagy egy fél évem, akkor még mennyi mindent tudnék elkészíteni, de nem baj, mert a fejemben vannak a versek és a képek is, sőt dallamok, mert hogy a Muzika Beáta kórusnak is a tagja vagyok, és azt is nagyon intenzíven élem meg a zenét. Tehát festés vagy versírás közben is nagyon gyakran hallgatok zenét, és az is inspirálólag hat. Egy kicsit lehet, hogy talán furcsa, amit kérdezek, de van úgy, hogy elkészül egy kép, vagy mindig lehet rajta valamit alakítani? Jó a kérdés. Inkább azt mondom, hogy egyszer csak be kell fejezni, ugye? Mert például ott van a kiállítás megnyitó, és akkor vinni kell. De egy idő után, amikor még nézegetem a képeimet, még mindig valamit tudnék egy kicsit változtatni. Mindig Leonardót szoktam felhozni példának, hogy a Mona Lisa című képét mindig vitte magával arra a helyre, ahova éppen költözött, és élete végéig még mindig igazított rajta egy kicsit. Tehát én azt hiszem, hogy nincs az a kép, és nincs az a festő, aki még egy utolsó, és egy utolsó utáni ecsetvonást is ne tudna a képén igazítani. Most erre a közeledő kiállításra mi alapján válogatja majd össze a képeket? Mivel, hogy a kiállításomnak az a mottoja, hogy ezt az egész kiállítást Barcsai mester emlékére és az ő tiszteletére szeretném megrendezni, ezért elsősorban a konstruktív jellegű képeimet hozom, de ott is van egy kis változatosság, tehát vannak képek, amelyeket akrillal festettem meg, és vannak, amelyet olajjal, és a kettő egy másféle stílust hordoz. De remélem, hogy mind a kettővel megihletem majd a nézőket is. És hát hozom a Szentendrei verseimet is. Hozom a Szentendre, Szerelmem Szentendre című versemet, verstablom, illetve azt a dalszövegemet, amelyet Andorka Péter nem olyan régen megzenésített, és hát Szentendre himnusza címet viseli. Remélem, hogy ez is tetszést fog aratni a nézők körében. Én biztos vagyok benne, egyébként nem régiben is volt egy kiállítás, ha jól tudom, Esztergomban, ez a himnuszra szeretnék ezzel rátérni. Igen. Hogy erről is meséljen egy kicsit, hogy itt milyen képek születtek erre a kiállításra, hiszen ez egy sorozat, ha jól tudom. Igen, igen. Ez is összefügg egyébként a képzőművészet és a vers, az irodalom szeretetével, hiszen 2010-ben, amikor Kölcsey Ferencnek és Erkel Ferencnek is születésük kerek évfordulója volt, ugye Kölcsey Ferenc akkor 200 évvel ezelőtt, Erkel pedig 220 évvel azelőtt született, és ja, Kölcsey megírta a himnuszt, Erkel pedig megzenésítette. És akkor úgy gondoltam, hogy himnusz szobor már született, de himnusz festmény sorozatról még nem tudtam, és akkor úgy gondoltam, hogy én a festészet révén próbálok emléket állítani ennek a két zseninek. És a Petőfi Irodalmi Múzeumból megkaptam Kölcsey Ferencnek a kézirat másolatát, és én jobbágyfületekes módszerrel megtanultam Kölcsey Ferencnek a kézírását, meg Erkel Ferencét is. És először megfestettem a képet, egyébként a magyar mandalához is kapcsolódik a téma, hiszen minden egyes képnek a közepén egy magyar mandala van. Ezt a szó összefüggést én adtam ennek a sorozatnak, ugyanis
pontosan a honfogláskori hajkorongok révén jöttem rá, hogy ezek mandalák, méghozzá magyar mandalák. És ezt a stílust vittem rá mindegyik képnek a közepére, mint egy ornamentikát. A háttérnek pedig egy olyan festői hatást választottam, hogy olyan érzése van az embernek, mintha egy bordó bársony lenne a háttérben. És erre írtam föl, aranyozva, a himnusznak a szövegét. Méghozzá nagyon rugalmasan kellett bánnom ezzel a szöveggel, hiszen Kölcsey Ferenc folyamatosan írta a szöveget. Én viszont azáltal, hogy a kép közepére beillesztettem ezt a kerek magyar mandala stílust, nekem meg kellett szakítanom a szöveget. Viszont a szavakat elválasztani nem akartam. Tehát úgy kellett játszanom a szavakkal, hogy tömöríteni, illetve húzni őket, amennyire lehet, de hogy ez ne legyen zavaró. Tehát a kerek motívum fölött ott kicsit nagyítottam a betűket és húztam a szavakat, akkor amikor a két oldalára értem a körnek, akkor ugye tömöríteni kellett, és az alján pedig megint széthúzni. És hát akkor ezzel eljátszadoztam, de hát úgy tűnik, hogy elég jól sikerült, mert országos vándorkiállításon járja az országot. Több mint 10 helyen volt már eddig. Volt Esztergomban, ahogy említettem, meg Baján, Gyulavári kastélyban, Budán, a Magyarság házában, vagy most éppen Vas megyét járja. Volt Szombathelyen, a Szent Norbert gimnáziumban, aztán Csepregen, most pedig éppen Kőszegen van, ott a református templomban nyílt meg, és ezután pedig Celdömökre megy, majd onnan ugrás az ország keleti felére, Nyíregyházára, és akkor ott pedig teljesen azt a részt bejárja Magyarországot. Igen. Egy kicsit térjünk rá a Szentendrei kiállításra, hogy mikor és hol lesz majd. A Partmoziban láthatja a közönség. Most május 15-én nyílik, este 6 órakor, és körülbelül egy hónapig lesz nyitva. A Partmozi üzemeltetése alatt lehet megnézni a képeket. Hát a folyosón ugye nyitva van szinte állandóan, amikor a ház nyitva van, akkor mindig a Duna Korzon egyébként, a Fehérházban. De a belső helységekben lévő kiállítást este 6:30-tól 9 óráig lehet megnézni, tehát amikor a mozi is üzemel. Igen, és egy picit akkor térjünk rá a vasárnapra is, amikor majd a Muzika Beátával lépnek fel a Péter Pál templomban. Pontosabban szombaton lépünk fel a Péter Pál templomban a Muzika Beáta együttessel, vagy kórussal. Mégpedig egy testvérkórust látunk vendégül, Svédországból jön a másik kórus, és hát nagyon-nagyon szép dalokat válogatott a kórus vezetője, karnagya, Bokorné Forró Ágnes. Ebben lesznek klasszikus darabok és Mozart például, de lesznek nagyon szép magyar dallamok is. Például Kodálynak az Esti Dal című kórusműve, vagy más szép darabok, úgyhogy el kell menni és meg kell hallgatni. Igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és ennyi mindent megosztott velünk. Mindenkinek ott a hely a kiállítás megnyitón, és a koncerten is. Köszönöm vendégemnek, Orgovány Anikó festőművésznek, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel várom a vendégeket. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!